Hogyan indult az önök vállalkozása? 1993-ban éppen megszűnőben volt az Új Barázda MGTS, és ugye ott dolgoztam, és tulajdonképpen kényszervállalkozóként kezdtem el foglalkozni növényvédőszer meg műtrágya kereskedelemmel az apám garázsába, és hát tulajdonképpen ezzel kezdődött az illet családi vállalkozás, ami... Mondhatni, hogy ez egy tipikus történet. Hát igen, csak a vége azért az nem rossz, mert ugye sok ilyen garázscég megszűnik, de a miénk szerencsére túlélte az évtizedeket, és hát valamikor a 80-as évek végén szertettünk egy külső telepre, volt TS-nek a telepének egy részét sikerült megvenni. Aztán később a volt folyékony műtrágya üzemet, akkor építettünk egy szárítót, és 2000 óta van, folytatunk szárítási tevékenységet, és 2008 óta foglalkozunk, van egy pneumatikus műtrágyaszórónk, azóta foglalkozunk műtrágyaszórással, és 2010-ben vágtunk bele a multispektrális légifényképezésbe, ami a céltermések meghatározásához kellett a műtrágyaszóráshoz, és hát gyakorlatilag ma is ezt csináljuk, és valamikor 12-13 körül kezdtünk el műtrágyát gyártani, egy ilyen speciális bevonatos mikroelemes műtrágyát gyártunk. Elsősorban tehát a saját műtrágyaszórásainkhoz, meg ehhez a precíziós gazdálkodáshoz illeszkedő. A saját területeikre is használják a műtrágyázást, és az üzleti partnereik számára is értékesítenek? Igen, tehát nálunk egy kicsit ez összefolyik, hát nem sok területen van, nekem személy szerint olyan 100 hektár körüli, de ez a 100 hektár az pont arra jó, hogy ezen gyakorlatozunk, tehát azokat, amiket ajánlunk másoknak, azokat egyrészt kipróbáljuk kis parcellás kísérletekben, meg ilyen nagyobb területeken, és hát ehhez képest módosítjuk a gyártás technológiát, meg az összetételeket. Ez eddig elég sikeres volt, tehát valóban így van, hogy tehát amit mi magunk jónak találunk, azt ajánljuk a partnereknek is. Mekkora az ügyfélkör, akiknek tudják ajánlani a termékeket? Hát végül is földrajzilag a Dunántúlon vagyunk elsősorban érdekeltek, bár az Alföldnek a Duna felőli részén is vannak partnereink, sőt még Békés Csabán is. Hát elsősorban ez a Dunántúli rész, hát olyan 400-500 partnerünk van körülbelül, akivel ilyen-olyan üzleti kapcsolatunk van. A környéken elsősorban a szolgáltatásokkal, tehát a szárítással, műtrágyaszórással ilyenekkel vagyunk érdekeltek, meg termelésfinanszírozással, műtrágyagyártás, meg a jógazda program keretében, amit majd a fiam Szabó Kornél fog elmondani részletesen, azt, tehát abban meg az egész országban gyakorlatilag, tehát így épül fel az üzlet körünk. Ez a vállalkozás is tipikusan abban a helyzetben van, mint nagyon sok magyar vállalkozás, hogy a rendszerváltás óta lépésről lépésre fejlődött, és hát a tulajdonosok fölött is eljár az idő. Van-e, aki tovább viszi az eddigi munkát? Hát én felettem nem járt el az idő, én még ma is örök ifjúnak érzem magam, tehát úgy gondolom, hogy hát sajnos ez most őszinte leszek, mit tudnék csinálni, elmegyek nyugdíjba. Tehát ugye ezt csináltam egész életemben, nem nagyon tudnám magamat elképzelni otthon, ahogy a tyúkokat ethetem. Tehát nem vagyok ez a típus, úgyhogy egyelőre maradok ebbe a dologba. Hát nyilvánvalóan a kisebbik fiam fogja átvenni a céget, úgy néz ki, és ahogy mondtam, ez egyik ágazatot már ő vezeti, hamarosan valószínűleg átjön abban a másik részben, amiben én dolgozom. Ugye több ágazatunk van, az árbevételünk ilyen 1 milliárd körüli, és hát ebből a terményszárítás, kereskedelem, műtrágyagyártás és kereskedelem, akkor ez a térinformatikai szolgáltatások, növényvédőszer, vetőmag, vetőmagot gyártunk is, vagy szóval készítünk, meg termelünk, úgyhogy ezek a fő ágazatok, amiket csinálunk. Tehát megvan oldva az utánpótlás, ez a lényeg. Egyszerű volt a fiát bevonni a munkába? Hát először, ha kapálózod, de aztán
kis meggyőzés után rájött, hogy nincs más út. Egy mezőgazdasági cégnél nem baj, hogyha valaki kapálózik? Hát nem, hát igazából ő nem akart ezzel foglalkozni, el is ment Pestre dolgozni, de aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy inkább nem nagyon szerette Pestet, legalábbis úgy vettem észre, hogy nem tudott a gyökeret ereszteni. Hát ő meg hazajött, akkor most én a családi cégbe dolgozom. Azóta ugye beiratkozott a szakmai egyetemre, úgy néz ki, talán az idén leküzdi, úgyhogy hát simán, tehát azt mondom, hogy a különösebb problémák nélkül zajlik ez. Hát hála jó Istennek az egészségem még tart, hát nem kell ilyen hirtelen váltásra felkészülni, úgyhogy elő van készítve az ügy. Műtrágya a gyártással is foglalkozik a cég. Erre miért van szükség? Jó kérdés az, hogy vannak műtrágyagyárak, akkor mi létjogosultsága van annak, hogy egy viszonylag kis cég foglalkozik ilyesmivel. De ennek az az oka, hogy az utóbbi években egyre szárazabbra fordult a klíma, és a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége múlhat azon, hogy mennyi víz felhasználásával sikerül előállítani egy tonna terményt. És volt egy Liebig nevű úriember már több mint 150 éve, 1862-ben írta le ezt a törvényszerűséget, ami azóta is, hogy mondjam, törvény, csak kevesen veszik figyelembe, hogy a növények csak egy adott arányba tudják felvenni a tápanyagokat, tehát hogyha a minimumban lévő tápanyag dönti el azt, hogy a többiből is mennyit tud fölvenni kvázi a termőképességet. Egyébként az ugyanolyan, mint a lefolyócsőpucolás, tehát hogyha az ember kipucolja a lefolyócsövet végig, de csak egy helyen maradjon benne dugulás, akkor az átmenetet az egy dugulás fogja eldönteni, ez a tápanyag utánpótlásban is így van. És ahhoz, hogy a növények abba körülbelül 13-14 féle tápelemet vesznek fel a növények, és azt a 14 félét optimálisan kell kiadni a talajadottságoknak, a növény fajtájának, fajának megfelelően. És tehát ezt nagy gyárakban nem lehet megoldani. Tehát egy gyár tud gyártani 10-15 féle műtrágyát maximum egy ilyen komplexben, miközben 100 000 szám kellenének a receptek, tehát csak az a megoldás jó, ahol a vevőkhöz közel van a gyártó, és tulajdonképpen helyi igényeknek megfelelően tudja változtatni a műtrágyák összetételét. Mi ezt csináljuk, és nem csak a makroelemekbe, nitrogén, foszfor, káliba, hanem az összes többibe, tehát cink, bor, réz, tehát a 14 féle a tápelem mindegyikébe tudunk szilárdat gyártani, és tulajdonképpen már folyékonyat is, tehát lomtrágyákat is tudunk, LK-műtrágyákat készíteni. Úgyhogy mi ebben látjuk a jövőt, ezeket kontrolláljuk kísérletekkel, ahogy említettem meg, tehát csak olyat ajánlunk, amit mi magunk is alkalmazunk. Ez esetleg valamilyen szabadalmaztatott módszer, vagy ezek mindig a egyéni igényekhez igazodnak? Hát maga a formuláció a szabadalmaztatott, tehát az a technológia, hogy gyártjuk. Maga az alapanyagok, az nagyjából mindenki megveheti, de itt az igazi hozzáadott érték egyrészt a formuláció, másik az azok a receptek, tehát az, hogy hogyan kell meghatározni azt, hogy egy adott táblára mit kellene kijuttatni, tehát ez a mi kis know-how-unk, hogyha így fogalmazhatnék. Mit kell tudni erről a Jó Gazda programról? Mi ennek a titka, mik a részletei? Te, ahogy édesapám is említette, 2008-ban egy elég nagy mérföldkő érkezett a cégünk, amikor is elkezdtünk kialakítani egy precíziós mezőgazdasági szolgáltatásokkal foglalkozó üzletágat. Kezdetben csak édesapámmal ketten, illetve hárman egyik kollégámmal kezdtünk el ezzel a témával foglalkozni, és gyakorlatilag most már eljutottunk odáig, hogy csak ezen az ágazaton 4-en dolgozunk főállásban, illetve rengeteg alvállalkozóval. A kedves nézők megkérdezhetik, hogy jó, de mi az a precíziós gazdálkodás, vagy miről szól ez a program, amit képviselünk. Ez egy szemléletmód a mezőgazdaságban, amire egy technológiák sora épül, és a cél az, hogy hosszú távon fenntartható, környezetkímélő nagyüzemi mezőgazdaságot tudjunk folytatni.
Ennek egy része ugye agrotechnika, GPS-ek, különböző technológiák, másik agronómiához fűződik, és egy elég nagy részét képviseli a távérzékelés szenzortechnikáknak az adatainak a feldolgozása. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát van egy nagy mezőgazdasági terület, és mi az a szolgáltatás, amit önök kínálni tudnak mondjuk egy házból, vagy egy okostelefonon keresztül? Tehát a mezei ember ezt hogyan képzeli el? Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a termőterületek ugye táblán belül különböző termőképességre képesek. Tehát a tábla egyik sarka csak mondjuk búzából 5 tonnát tud teremni, a másik sarka akár 8 tonnát is képes, de vannak olyan részek, ami egyszerűen hiába vetik el a gazdálkodók, szinte alig térül meg az ottani kis befektetés. És mi ezeket a kis táblán belüli termőzónákat vizsgáljuk és különítjük el, ami azt jelenti, hogy akár táblán belül 5-6 művelési egységet is el tudunk különíteni, és a termőképességhez képest adjuk az input anyagokat, tőszámot úgy állítjuk be, mondjuk kukoricánál, tápanyagot is, ugye a fejlődési stádiumhoz megfelelően akkora mennyiségben adjuk. Ehhez távérzékelési módszereket alkalmazunk. Ezt is édesapám már említette, foglalkozunk most már évek óta multispektrális légifelvételezéssel, ezt kis gépekkel végezzük, tehát hát kis nagy gépek, Cessnákkal, és különböző kamerarendszerekkel. Dolgozunk fel műholdképeket, tehát van műholdképbeszállítónk is. És hát a teljes folyamat az gyakorlatilag úgy épül fel, hogy először megnézzük ezeket a, felderítjük ezeket a termőzónákat, azokból megszedjük a mintát, és bevizsgáltatjuk, hogy a talajról is legyen egy adatsorunk és egy képünk, hogy gyakorlatilag mi a hiány, vagy mi az, ami túltelített benne. És ezekre a kis termőzónákra adunk külön-külön tanácsot, és a folyamat vége pedig az, hogy különböző GPS vezérlési rendszerekkel, a műtrágyaszórók, a vetőgépek differenciáltan tudják elvetni vagy kijuttatni a tápanyagokat, vetőmagokat, különböző input anyagokat. Ez nagyon innovatívan hangzik. Hogy állnak a piacon? Vannak-e konkurensek? Amikor elkezdtük, vagy hát amikor még gondolkodtunk benne, akkor is volt már egy-két cég, aki úgy foglalkozott vele, de nem volt egy ilyen nagyon, hát idegen szóval érve, mainstream téma. Mainstream téma az utóbbi egy évben lett igazából, de most is, akik kezdenek konkurensé válni, ők még nagyon az elején járnak. Tehát amit mi most már közel 8 éve előkészítettünk, tapasztalatunk van benne, rengeteg referenciánk, ott még csak most kezdődik majd egy konkurenciaharc. Hát több mint 10.000-12.000 hektáron dolgozunk, különböző szolgáltatásokkal, és ez az a szegmense végül is a cégnek, ami teljes országos lefedettséggel rendelkezik, mert most már tavaly óta Debrecentől kezdve Pécsen keresztül Győrig mindenhol szolgáltatunk, főleg távérzékelési szolgáltatásokat és térképészeti, tehát ilyen mezőgazdasági térképészeti szolgáltatásokat. Van-e lehetőségük az Európai Uniós pályázatokon részt venni esetleg a fejlesztéseikhez? Igen, tavaly óta két konzorciummal is együttműködésben vagyunk, az egyikbe együtt is indultunk, budapesti-izraeli együttműködésbe, illetve van olyan konzorcium, amiben beszállítóként veszünk részt, tehát különböző adatokat szolgáltatunk nekik, és természetesen vannak egyéb pályázati lehetőségek, amit ugye idéntől szeretnénk majd meglovagolni. Mekkora a cég, mennyi alkalmazottat foglalkoztatnak? Jelenleg 4 főállású alkalmazott van ebbe az ágazatba, összesen ugye a cégben, a Szabó Agrokémiában 17-en dolgozunk, plusz az alkalmi munkavállalók, akik ugye szezonban, amikor műtrágya keverés gyártási folyamatok vannak, illetve nagyban megindulja a szántóföldeken a munka, akkor azért plusz 5 embert is tudunk foglalkoztatni. Úgyhogy hát ez jelenleg a létszám, és hát szeretnénk jövőre
onnantól kezdve, hogy én ezt is említette édesapám, hogy kezdek átmenni a másik ágazatokba. Ugye ezt a jógazda program részt szeretném átadni a kollégáknak, és akkor ők viszik saját maguk ezt az üzletágat. Ennek a módszertannak, amit önök kidolgoztak, milyen nemzetközi tapasztalatai vagy előzményei vannak? A maga precíziós gazdálkodás az már egy ilyen 20-30 éves múltra visszatekint ugye Amerikába, illetve hát Európában is azért vannak nagyon régi tapasztalatok Csehországba, különböző nyugati államokba. Magyarországon maximum ilyen 15 éve, hogyha foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tapasztalati szinten hát Amerikában alakult ki az első milyen kísérletek, illetve próbálkozások. Ott nagyon-nagyon fejlett ez a rész, tehát olyan technológiákat alkalmaznak már, amit mi még adott esetben nem értünk el odáig. Viszont én úgy gondolom, hogy maga a cég, tehát a jogazda program eléggé a vezetői, tehát élvonalban van ebbe a technológiában, amiket, adatsorokat mi feldolgozunk.